Mint minden évben, most is csatlakozott a Szekszárdi-Vosinszki-Mór megyei múzeum az országos programsorozathoz, a múzeumok éjszakájához. Idén a numizmatikai kiállítás jelentette a különlegességét az éjszakának, melyben egy Simon Tornyán előkerült törökkori korsóanyagát mutatták be az érdeklődők számára. Közel 100 érméből álló gyűjteményben, törökkori ezüstérméken túl még 5 aranypénz is előkerült. Ezek közül 2 Mátyás és első Hunyadi Mátyás király aranyforintja, 3 pedig Szapolyai János király aranyforintja. Ezek a lehet legértékesebb érmei. Nagyobb részben magyar ezüstdenárokat tartalmazott, szintén Hunyadi Mátyás korától, tehát a legrégebbi érme az körülbelül olyan 70 éves volt, ami belekerült. A Vármegyeháza kiállító termében pedig új sorozat vette kezdetét, amely a Művész családok Tolnában címet viseli. Ennek első kiállításában mutatták be Sarkantyú Simon, a 100 évvel ezelőtt született kétszeres Munkácsi díjas festőművész, fia Sarkantyú Mihály fotográfus, illetve Sarkantyú Judit keramikus művész alkotásait. Egy olyan művész család alkotásairól szólnék, akik gyökereikkel egyértelműen kötődnek Tolna megyéhez. Egy olyan alkotó szellemű család kultúra formáló tevékenységéről szólnék, akik 3, vagy inkább 4, a vérségi kötelék mellett is sok tekintetben egymásba fonódó nemzedék tagjaiként élték, élik meg az eltelt 100 év jobbára hazai történéseit. Dombóváron 11 helyszín csatlakozott a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz, mondta Müller Ádám, a Dombóvári Kulturális Szolgáltatóközpont vezetője. Mindenki nyilván különböző programokkal készült, lesznek koncertek, kiállítások vannak, új kiállítások is, van olyan helyszín, ahol 2 kiállítás is van, kézműves foglalkozások, itt nálunk hátul árusok, lehet fafaragással foglalkozni, Papné Farkas Gabriella várja a Művődési Házba a tevékenykedő gyerekeket, Katati Zsuzsával mandala festészetet lehet kipróbálni. Lenne a prezidiumban, folyamatosan árulják a termékeiket, ott is lesz koncert, és ami fontos, hogy úgy állítottuk össze a programsorozatot mindegyik szervezővel, hogy az egyik helyszínről kényelmesen át lehessen érni a másikra. Bár kicsit másként, de Bogyiszló is részt vett az országos rendezvénysorozatban. A településen ugyanis bepótolták az áprilisban elmaradt tájházak napját. A szervezők többek között kézműves foglalkozással, hímzéssel, multidéző beszélgetéssel és papírszínházzal készültek, illetve a helyi termékeket is megkóstolhatták a résztvevők. A tájházak napja alapvetően áprilisban szokott megrendezésre kerülni, de most ugye itt a járvány miatt online kellett ezt kivitelezni, de hála Istennek országos szinten a szervezők eszébe jutott egy olyan, hogy összevonásra kerül a Múzeumok Éjszakájával, mivel hogy alapvetően ez is egy múzeum, úgyhogy így most júniusban rendeztük meg a tájházak napját. Ez pedig már a bátaszéki tűzoltó parancsnokság szertárának egyik garázsa, amit elárasztottak füsttel, hogy a látogatók megtudják nagyjából, milyen lehet a lánglovagoknak egybevetése. Harmadik alkalommal csatlakoztak ehhez az eseményhez, ahol ezen kívül multidéző előadást és vetítést is tartottak, de a teljes bevetési felszerelést is fel lehetett próbálni, és a tűzoltóautóban is utazhattak az érdeklődők. Bóta Gyula, a bátaszéki tűzoltóság parancsnoka úgy nyilatkozott, ezen a napon talán kedvet kapnak a gyerekek, és csatlakoznak a diák tűzoltóság tagjai közé. Egy picikét ilyen pályorientációs dolgot is beleképzelünk, és bízunk benne, hogy így van, hiszen az a tapasztalat, hogy a bátaszéki állomány is szerintem, mint az ország minden tűzoltóságen egy picikét öregszik az állomány, és szükségünk van a fiatalokra, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha sűrűn bejönnének ide, itt lennének közöttünk, és majdan később tűzoltókat tudnánk belőlük nevelni. Az idén 19. alkalommal rendezték meg ezt az országos programsorozatot, melyhez most is több száz múzeum és egyéb szervezet csatlakozott.